Több fórumon keresztül hirdette az idősek világnapjához kötött rendezvényét Dombóvárváros önkormányzata, tudtuk meg Pintér Szilárd polgármestertől. Annyit kérdünk csak mindenkitől, hogy regisztráljanak előzetesen, hiszen 400 fölé többet nem tudunk beengedni. Hát egy Gergely Robert koncerttel szeretnénk nekik kedveskedni. Nyilván ezen egy haknis fellépés lesz, hiszen zenekarral és vokállal érkezett a művész úr hozzánk. Ami szerintem mindenki számára nagyon jó dolog, hogy tavalyi évben ugye ez elmaradt, és a pandémia ezt nem tette lehetővé. Szépülő lakosainkkal ez az első olyan fórum, amire a pandémia idején vagy elmúlása közben először találkozunk, és újra együtt tudnak venni egymással, ami szerintem mindennél sokkal fontosabb. Az idén egy kis meglepetésre is készülünk, ami nyilván nem a színpadon fog megjelenni, itt az aulába, hiszen egy gyönyörű szép törölközőt kapott mindenki, Dombóvár új logójával beimezve, és egy pici kis édeséget is vigyünk a dologba, egy táblacsokival is készítünk mindenkinek. Remélem mindenki jó néven fogadja, és jó szívvel fogja majd használni is. A délutáni rendezvényre, ahol az örökzöld Széchy Pál dalok is felcsendültek, hamar elfogytak a regisztrációs jegyek. A kétszeres Emerton díjas magyar színész énekes Gergely Robert örömmel jött ismét Dombóvárra. Én itt elég régen jártam már ebben a színházban, és ahogy így körülnéztem és beléptem, hogy is mondjam, csak nagyobb megörültem, mert amikor legutoljára láttam, akkor még nem ilyen gyönyörűséges állapotban volt, úgyhogy most az én szívem is egy kicsit jobban dobog, mert itt én rengetegszer léptem fel, és most egy ilyen megújult környezetbe érkeztem, és ez nagyon jó érzés. Bízom benne, hogy azokat a dalokat, amelyeket közösen itt kiválogattunk, a zenekarral most itt a színpadon a próba, a hang beállás után leültük, és átnéztük, hogy mi legyen az, amit ma itt az idősek napján előadunk. Jó párat kiszortunk, meg kell, hogy mondjam, mert nagyon hosszú lett volna, és talán fárasztó, de talán az igazi papetti dalokat azért benne hagytuk. Úgyhogy lesz benne Széchytől elég sok olyan sláger, sőt, hát a legtöbb az, amelye ugye a távollét, a violák, a Gedeon bácsa, Karolina, az egy szál aranyvilág, hadd ne soroljunk az egészet fel. Tehát mi ezzel a műsorral már évek óta, jó hosszú évek óta már járjuk az országot különböző verzióval, zenekaros verzióval, pódium verzióval. Úgyhogy én tudom, hogy a közönség imádja, szereti Széchy Pál slágereit, én magam is így vagyok ezzel. Igaz, hogy fiatalabb koromban még úgy óckodtam ettől, de aztán most már bölcsebb lettem és öregebb. Tudom és érzem, hogyha felgördül ez a függöny, vagy bárhol máshol, akkor a közönség vár, hogy meghallja az első taktust, az első hangokat, akkor pontosan tudja, hogy miről van szó, és dúdolja, vagy énekli velem. Gedeon bácsi a nők nálája, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kenyét. Gedeon bácsi a női fodrász, nagy művész, ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens. A város önkormányzata kimondottan fontosnak tartja, hogy időről időre olyan programokat szervezzenek, ahol önfelett örömet csempészhetnek az idősebb korosztály életébe is, hangsúlyozta a polgármester. Nyilván az életben vannak pillanatok, amikor meg kell állni. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy nem egy napon kell csak megbecsülni azokat, akikről aznapon ünneplünk, 365 napon keresztül. Nyilván nagyon fontos, és ezt többször is elmondom, aki nem ismeri a múltját, annak elég bizonytalan a jövője. Bízom, hogy ez a múlt, ez mindig ismerős lesz mindenki számára, hiszen úgy kell éljük a jelenünket, ami a múltból fakad, és a jövőt természetesen úgy építeni. Nagyon örülök, hogy ma ennyi szép korúval találkozhatok, és nem tudnék köztük különbséget tenni, hiszen minden ember élete értékes, és egész biztos, hogy a családjában fontos szerepet tölt be. A következő esemény, ahol majd ismét kimondottan a dombóvári szép korúakat várják, az az idősek karácsonya lesz, amikor is hasonlóképpen színes délutánnal készülnek majd számukra. Live!